A keszthelyi agrárképzés több mint 200 évre tekint vissza, gazdásznak lenni pedig hatalmas büszkeség volt nagyon sokáig. Hogy ez ma is így van-e, erre a kérdésre keresjük most a választ Lukács Gáborral, a Mateo Georgikon kampuszának főigazgató helyettesével, akit nagy szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Köszöntök mindenkit. Büszke lehet ma egy agrárhallgató? Én úgy gondolom, hogy egy agrárhallgató ma is rendkívül büszke lehet arra, hogy mezőgazdasági területen folytat tanulmányokat, különösen, hogyha ezt Európa elsőként alapított mezőgazdasági felsőfokú tanintézetében, a Georgikonon teszi. A hagyományok azok, amelyek megkülönböztetik a képzőhelyeket, hagyományt nem lehet venni. Tehát a hagyományok kialakulnak, és ahogy az egyik sárgulási beszédben említették, ezeket folytatni kell, és ezeket mi folytatjuk is. Itt végzett főigazgató helyettes úr is az Agráron, és aztán most már a kampusz felső vezetésében foglal helyet. Milyen érzés egy ilyen sárgulási ünnepségen már, mint vezető részt venni? Nincs két egyforma sárgulás. Nekem egy kicsit sokkoló volt, hogy 18 éve sárgultam, tehát nagykorú lett a diplomám. Nyilván én egy picit szomorú voltam, mert szegény szüleim már nincsenek köztünk, tehát azért ugye az emberbe előtolódtak azok az érzések. Másrésztről pedig én úgy gondolom, hogy ez a mostani sárgulás két covidos év után, köszönhetően annak, hogy rengeteg már diplomás hallgatónk is itt volt, egy fantasztikus hangulatú ünnepség volt, és én úgy gondolom, hogy méltó volt a 225 éves Georgikonhoz. Azt mondják, hogy a név kötelez. Mire kötelezi a jövő agrár hallgatóit, és hát most már ugye a munkaerőpiacra kikerülőket az, hogy a Georgikonon szerezték meg ezt a tudást? Így van, a Georgikonon megszerzett tudás, ez a 225 év alatt nem nagyon változott. Mindig gyakorlatorientált volt, mindig próbáltunk az új szeleknek megfelelni, a vitorlánkat úgy állítani, hogy az új képzések, az új típusú átalakulóban, és lehet mondani, hogy majdnem mindig átalakulóban volt azért az agrárterület képzése. Én 1999-ben iratkoztam be ide az akkor még Pannon Agrártudományi Egyetemre is, és négyig számoltam azokat a gyökeres fordulatokat, legyen az Bologna rendszer, osztatlan képzés kivezetése, visszahozása, új szakstruktúrák. Ezeknek egy jó részét igényli a munkaerőpiac. Én azt gondolom, hogy jelenleg is annál jobbat és többet elmondani, mint hogy a hallgatóink jelentős része a gyakorlati évének, fél évének a végén, az alapképzési szak után már munkavállalóként jön vissza, és nagyon sokszor sajnos csak levelező tagozatra iratkozik be, ennél többet nem kell elmondani. Ugyanez igaz akár az FSZ képzésére vonatkozóan is, hogy hallgatóink nagyon jól el tudnak helyezkedni. Nyilván ennek van egy másik olvasata, hogy nagyon komoly agrár területen is, hát ugye csökken a korfa miatt az aktív munkavállalóknak a száma, és a jó képzett agrárszakemberekre én úgy gondolom, hogy mindig is szükség lesz. Ugye itt látjuk a háború miatt az egekbe fog szökni a világpiacon a különböző gabonaféléknek az ára, tehát lehet látni, hogy azért vannak ilyen tendenciák, ami majd, hozzáteszem, majd minden háborúban, tehát a török háborúknál is 220 éve is ugyanez volt, vagy 230. Az agrárterület szerepe fel fog értékelődni, az élelmiszer, az ipari alapanyagoknak az előállítása, és ezzel együtt én gondolom, hogy az agrárpálya is, ami egy gyönyörű pálya, sokszínű, értékes, rengeteg tradíciót hordoz magával, természetközeli. Én úgy gondolom, hogy ezek az értékek, ezek megvannak, megvoltak, és bízom benne, hogy meg is lesznek. Lukács Gábornak, a Mateo Georgikon Campus főigazgató helyettesének nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Köszönöm.